Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre ma hírmagazinunkat látják. Nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Tűz, családi ház égett Leányfalun. Fenyőfa begyűjtés, három ütemben szállítják a karácsonyfákat. Gyermekorvosi ellátás, változott a pénteki rendelési idő. A fenyőfa begyűjtés három ütemben várható Szentendrén. A karácsonyfákat január 13-án, 20-án és 27-én gyűjtik össze körzetenként. Az első ütem január 13-án, Püspökmajor lakótelep és környéke Pannónia telep. Második ütem január 20-án, Boldogtanya, Petyina, Tyúkosdülő, Papsziget, Szarvashegy városrészek, valamint az Ady Endre út Pismány. Harmadik ütem január 27-én, Belváros és Izbég. A városi szolgáltató non-profit ZRT kéri, hogy a fenyőfákat legkésőbb a begyűjtés előtti pénteken helyezzék ki az ingatlanok elé. További információ a szolgáltató honlapján. Számos határidőre kell odafigyelnie a pályaválasztás előtt álló diákoknak és családjaiknak. Szentendrén is több középoktatási intézmény tartott bemutatónapokat, szülői tájékoztatókat az elmúlt időszakban, hogy ezzel is segítsék a fontos döntés előtt álló diákokat és szüleiket. Jól kell iskolát választani, ez nem kérdés. Sokkal inkább az, hogy mi alapján tudja meghozni a fiatal és a szülő a közös döntést. Határidők, dátumok sokaságában kell eligazodniuk idén is a nyolcadikosoknak és szüleiknek. A következő fontos dátum a központi írásbeli vizsga időpontja lesz, január 20-án. A szentendrei középiskolák vezetői közül megkérdeztünk néhány igazgatót a tudnivalókról. Mind a két beiskolázási évfolyamon két-két osztályt tervezünk indítani. Ez azt jelenti, hogy első osztályban ideális állapotok szerint 24 fős osztályokat szeretnénk indítani, aztán a jelentkezők száma az, ami időnként rákényszerít bennünket arra, hogy magasabb osztálylétszámmal indítsuk az első osztályokat, de ez nem szerencsés, mert a piciknél a 24 fő az, ami azt gondolom, hogy ideális. A gimnazistáknál szintén két osztályt indítunk, itt magasabb osztálylétszámokra, 28 fős osztályokra tervezünk, tehát 56 diákot szeretnénk felvenni majd. A gimnáziumunkban háromféle képzési lehetőséget tudunk biztosítani a diákoknak. Az egyik az angol tagozatunk, ami azt jelenti, hogy külön csoportban 4 éven keresztül emelt óraszámban 5-öt, aztán 6-6 órában tanulják az angol nyelvet. Ezen kívül indítunk matematika tagozatot, ahol szintén külön csoportban ugyanilyen óraszámban, tehát magas óraszámban tanulják a matematikát, és végül is általános tantervű osztályt, illetve csoportot is indítunk, akiknek aztán utolsó két 11-12. Év folyamon van lehetőségük még fakultáció keretében az addigra kialakuló terveik szerint plusz órákat felvenni. Március közepén hozzuk nyilvánosságra azt az úgynevezett ideiglenes felvételi jegyzéket, amin láthatják a kedves szülők azt, hogy ki az, aki biztosan bekerül az iskolába, ki az, aki várólistán van, és hát ez minden középiskolára érvényes, hogy bizony a várólistáról azért még jó néhányan be tudnak jutni a felvétel során. Úgyhogy ez a hosszú folyamat az tulajdonképpen, ami meghatározza azt, hogy bekerüljenek a diákok, de hál' Istennek a gimnáziumi képzésünkre is nagyon nagy az érdeklődés. A mi szempontunkból az jó, hogy sokan vannak, nyilván a hozzánk jelentkező diákoknak kevésbé jó, akiket nem tudtunk tavaly felvenni. Igen, sok fellebbezés is volt, de sajnos a helyeink végesek. Az általános iskolák több lehetőséggel segítik diákjaikat a központi írásbeli felvételikre, amikor matematikából és magyarból kell számot adni tudásukból a diákoknak. Januárban pedig a központi felvételi vizsgának az egyik szervezője vagyunk a környéken, tehát ott szintén azért egy kicsit stresszesebb pillanatokban a tanulók megírhatják a központi vizsgájukat, illetve hát utána kezdődik el az intézményi helyi felvételi, amikor már az iskolába jelentkezett tanulókat felvételiztetjük. Közben is vannak olyan programok, ahol ismerkedhetnek az intézményünkkel, de hát én azt hiszem, hogy a legfontosabb mindenkinek, hogy most az ismerkedési időszaka és a központi felvételire való készülési időszaka zajlik, tehát ez áll a központban. Tavaly évben azért nagyon magas osztálylétszámok születtek, amivel hát
már annyira nem tudok azonosulni. Tehát ugye itt azért 33-35 fős osztályaink vannak, ezt mindenképpen el szeretnénk kerülni. Hát a tandem esetében mindenképpen, hiszen a képzés egyik lényege az, hogy azért ott olyan csoportos feladatok vannak, olyan projektmunkák vannak, ahol nem támogatja azt, hogyha nem férnek be a tanulók a terembe, de a 32-33-at sehol nem haladnánk, a tandem esetében pedig nagyon ragaszkodnánk a 28-hoz, tehát azt lehet tervezni, hogy 32 fős osztályokkal tervezünk, tandemnél 28 főnél tervezünk, és e fölé hát szinte semmiképpen mindent megteszünk azért, hogy megmaradjunk a ilyen létszámok mellett. Azt egyébként egész pontosan nem is lehet tudni, ezt semmelyik iskola nem tudhatja. Azt lehet tudni egy évvel, hát lehet tudni, hogy mennyi felvételjelentkezési lap érkezik egy iskolába, ezért valami következtetést ebből le lehet vonni, hogy van túljelentkezés. Az iskolák ezt szokták túljelentkezésként megadni, ez egy nagyon hamis adat, hiszen ez nem a túljelentkezés. Egy évvel után derül ez ki, az első jelentkezettek száma mennyi volt. Tehát ebből azért már elég sok kiderül. De hát még mindig nem tudjuk, hogy a második, harmadik jelentkezettek száma mennyi volt, de azt mutatja, hogy nagyon. Tehát ugye minél többen jelentkeznek egy iskolába, a pontszámok azok természetesen annál magasabbak is lesznek. Van más tényező, ami befolyásolja, például jelentkezettek tanulmányi eredménye, azért az sem ellékes, ugye, hogy most abszolút példával élve nyilván, ha 500 darab kettes tanul jelentkezik, akkor nyilván nem lesz magas a ponthatár, de a jelentkező számot azért mindenképpen befolyásolja a ponthatár is. A továbbtanulás áll a középpontban ezekben a napokban is több családban. A központi írásbeli felvételit követően február 8-án nézhetik meg a diákok és szüleik az elért eredményeket. Változott a pénteki gyermekorvosi rendelés ideje a Szentendrei gyermekorvosi rendelőben. 2018-tól a tanácsadások is a rendelőben, a Dunakanyar körút 32 szám alatt lesznek. Az ellátási időn kívül a sürgős eseteket a központi ügyelet látja el. Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnapokon 9-től 13 óráig érhető el. A lakcímkártya szerinti nem szentendrei gyermekek esetén a helyileg illetékes ügyeletet kell keresni. Az ünnepi időszakban sokan a családdal töltött időre és a pihenésre koncentrálunk. Szerkesztőségünk arra volt kíváncsi, mennyire volt aktív a két ünnep közötti élet a V8 Uszoda és Szabadidőközpontban. Az Uszoda igazgatója Drégei Miklós a 2018-ra szóló tervekről, programokról is beszámolt. A két ünnep közötti nyitvatartás idején a legnagyobb sikere a bowlingnak volt a városi úszodában. Drégei Miklós, az intézmény igazgatója kiemelte, a várható programok közül a január 27-i dátumot, a véradás időpontját, ahová minden segíteni vágyót várnak a szervezők. Decemberünk az teltházzal ment. Legnagyobb sikere a wellnessnek és meglepő módon a bowlingnak volt, sorbaállás volt a bowling pályákért. Alig bírtuk, be kell, hogy valljuk. Úgyhogy nagyon jól sikerült. Voltak adventi programjaink, azok között volt, amelyik nagyon jó volt, azok is volt, amelyik csak simán volt jó. A decemberi hónap kiemelt szerepet tölt be az úszoda életében. Határozottan igen. Ezt inkább úgy mondanám, hogy kiemelt időszak az nálunk talán nincs. Fordított kiemelt időszak van, az a július-augusztus. És évközben pedig az iskolák járnak ide hozzánk, meg az egyesületek, mint ahogy most is lehet látni, hogy itt vannak. Ez a kötelező úszásoktatás keretén belül folyik, most már a környékbeli iskoláknak szerintem a legnagyobb többsége hozzánk jár. Sűrű adventi eseményekkel készültek a szervezők az ünnepet megelőző időszakra, amelyben kiemelt szerepet kapott, hogy a család minden tagja megtalálja a neki tetsző programot. Volt koncertünk, volt bűvészünk, volt meseelőadásunk. Az új év beköszöntével a megszokott rendben várja a Vizes 8-as az úszni vágyókat. Megint visszajöttek az iskolák, az egyesületek, most már a héten mondhatnám, hogy megint fullházon működünk. A hétvégék azok például azt mondja, hogy most lesz 20-án családi szombatunk, és akkor elmondanám azért a programokat, jó? 27-én véradás. Arra nagyon szépen kérnénk mindenkit, hogy minél többen jöjjenek. Pontosan tudjuk, hogy vérhiány van az egész országban. Lesz egy pálbálunk. 27-én Rákóczi bál, Rákóczi iskola bál, 3-án templomdombi bál,
4-én sakverseny, 10-én izbégi bál. Úgyhogy tele vagyunk bállal, bálidőszak, és utána pedig majd jönnek a szokásos programok, mind garázsvásár, és majd föltúbozzuk megint magunkat. Lesz megint szinkronúszó nemzetközi bajnokság nálunk, lesz vízihoki bajnokság, szintén nemzetközi, megcsináljuk idén is a szenior úszó bajnokságot, a V8-as kupát természetesen. Ezek alapok, ezek biztos, hogy meg lesznek. Leállás lesz, megint augusztusban, megint 3 hetet tervezünk, mert próbáljuk utolérni magunkat. A sok év elmulasztott karbantartását nehezen lehet behozni. Nagy terveink vannak, reméljük, hogy pénz is lesz rá, hogyha lesz, akkor sok mindent fogunk tudni csinálni. Az intézmény igazgatójaként mit kíván a kedves visszatérő vendégeknek az új évre? Érezzék magukat olyan jól vagy jobban, mint tavaly. Az év kezdetével már is újdonságot is találnak az intézményben a látogatók, a kényelmesebb időtöltés érdekében telefontöltő állomással is bővült a szabadidőközpont. Családi ház alsó szintjén kialakított garázsban keletkezett tűz szerdán délelőtt Leányfalun, a Fenyő utcában. A helységben könyvek felhalmozott tűzifa kapott lángra, a tűz lakrészre nem terjedt át. A helyi önkéntes és a szentendrei hivatásos tűzoltó 2 vízsugár segítségével oltották el a lángokat, majd vizsgálták át az épületet. A nagy hőterhelés következtében az alsó szint beton födémje berobbant. A fölötte lévő helységek falai megrepedtek, így az ingatlan ideiglenesen lakhatatlanná vált. A tűz keletkezésekor a családi házban 2 ember tartózkodott, ők időben sérülések nélkül elhagyták a házat, valamint az épület átvizsgálásáig rokonokhoz költöztek, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Végül a hétvége várható időjárásáról. Szombaton északkeleten tartósabban felhős, párás, az ország nagy részén ugyanakkor gyengén felhős napos idő várható, tavaszias, enyhe időre számíthatunk, 10-15 fokos értékekkel. Vasárnap marad a tavaszias, nagy részt napos idő, 13 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Családi ház alsó szintjén kialakított garázsban keletkezett tűz szerda délelőtt Leányfalun a Fenyő utcában. A helyi önkéntes és a szentendrei hivatásos tűzoltók 2 vízsugár segítségével oltották el a lángokat, majd vizsgálták át az épületet. A tűz keletkezésekor a családi házban 2 ember tartózkodott, ők időben sérülések nélkül hagyták el a helyszínt. A fenyőfa begyűjtés 3 ütemben várható Szentendrén. A karácsonyfákat január 13-án, 20-án és 27-én gyűjtik össze körzetenként. A városi szolgáltató non-profit ZRT kéri, hogy a fenyőfákat legkésőbb a begyűjtés előtti pénteken helyezzék ki az ingatlanok elé. További információ a szolgáltató honlapján. Változott a pénteki gyermekorvosi rendelés ideje a Szentendrei Gyermekorvosi Rendelőben. 2018-tól a tanácsadások is a rendelőben, a Dunakanyar körút 32 szám alatt lesznek. A rendelési időn kívül a sürgős eseteket a központi ügyelet látja el. Önök a híradót látták, ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is. Hamarosan Művészváros című magazin műsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. További híreinkért keressék fel a szentendre.media.hu oldalt, ahol élőben nézhetik adásunkat. De ne feledjék, csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!